emtv.hu Élmény és vélemény Ez itt a Parallax is. Öveket becsatolni. Indulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntjük a kedves Parallaxis hallgatókat, ez a 23. adásunk. Hú, pont a 23. Volt egy ilyen film, hogy a 23-as szám, nem sok jót jelent ez. Na de, itt van velem Ádám és Miklós, szervusztok! Sziasztok! Szevasztok! Viszont nem a 23-as számról, hanem az Érkezés című filmről fogunk beszélni. Döni Villeneuve, remélem jól mondom a nevét a rendező úrnak, az alkotása ez a produkció, és én ezt a rendezőt ezt nagyon kedvelem. Tehát itt voltak olyan filmjei, hogy Szikárió, fogságban, szárnyas fejvadász 2049, meg volt egy nagyon-nagyon elvont filmje, az ellenség, a The Enemy, de még az is nagyon jó volt, én azt is nagyon élveztem, és ez az érkezés, ez meg aztán különösen kéne, hogy nekem tetszen, mert ez egy science fiction film, és az a helyzet, hogy az első fele az, az nagyon tetszik, az nagyon over the top, az, az mindent überel, a második felében pedig úgy érzem, hogy minden összeomlik, amit ott addig fölépítettek. A nyelvészek bosszúja történik itt tulajdonképpen. A film első felében gyönyörű mondatok hangzanak el, avval kapcsolatban, hogy hogyan kell egy idegen nyelvhez viszonyulni, amikor fölírja azt a példamondatot, és annyi mindenre rávilágít, amikor, amire először nem is gondolna az ember, és van egy ilyen összevágott sketch, hogy az idegenneknek a nyelve az nem is azt írja le, amiről beszélnek, hanem közvetlenül a jelentést. Gyönyörű az egész, és én ez a, ennyi alapján azt mondanám, hogy azt a mindenit nagy respekt a nyelvészeknek, és hatalmas nagyot nőtt a szemembe az egész, aztán a második felében... A filmnek egyszer csak megtörténik az, hogy a jövőben mondanak valamit az Émi Edemsznek, amit ő a múltban ért meg, aztán a, a farkába harak a kígyó, és körkörösen bezárul, és kihúzza a saját hajánál fogva magát. Ez egy nagyon közkedvelt, hollywoodi toposzt, ezt újra és újra felfedezik maguknak, de már ide nem kéne, ez itt úgy érzem, hogy hülyítenek engem. Borzasztó, és ez tényleg a, a nyelvészeket látom magam előtte, hogy azt mondják, hogy igen, fizika törvényei. Na ezt kapjátok ki, a nyelv az még ennél is fontosabb, és mindenen át tud gázolni. És ráadásul úgy végződik a film, hogy megkérdezi a Jeremy Renner, hogy na, csinálunk gyereket? Igen. És ez nem az Orville című sorozat, hanem ez egy komoly kérdés, és ezzel a kérdéssel nyitok akkor felétek, hogy ti kérdeztetek valakitől ilyet valaha komolyan, hogy na, csinálunk gyereket? Előfordulhatott, de... Uh, igen, de nem tudom. Azt nem, nem szóltam. De, de figyelj, lehet, hogy ez így konkrétan nem hangzott el, majd megkérdezem a feleségemet, aki amúgy is nyelvész, tehát még több szempontból is kapcsolódik a témához. Én, én egyébként markáns különbségben vagyok veled ebben, ami. ami okay. Na nem a gyerekcsinálásban, hanem Aha. a, hanem a film. Mármint, hogy szerintem, amit te egy kicsit túlzott hollywoodi csavarnak gondolsz, szerintem az a fő filozófiai érdekesség az egészben. Aztán persze lehet, hogy lerágott csont, hogy a jövőből visszajövő memóriák, de, de, de ugye az az alapkoncepció, hogy lehetséges, hogy a világnézetünket és a tudatunkat a nyelvünk határozza meg valamennyire. Tehát, hogy a nyelvünk visszahat arra, hogy mi az, amit el tudunk képzelni, és emiatt aztán bekorlátozza az érzékelésünket és a gondolatmenetünket, az egy marha jó ötlet, ez a, a nyelvészek ezt már a 18. században elkezdték pedzegetni. 19. században aztán már főleg ott, ott a Humboldt a híres német nyelvész ezt nagyon nyomatta, meg aztán itt volt ez a sepir whorf hipotézis, ami gyakorlatilag lényegében erről szól, hogy keretek közé kényszeríti a gondolatainkat és az érzékelésünket is. És akkor a film az ugye azzal provokál, hogy lehet, hogy emiatt nem látjuk a jövőt. Most én értem, amit mondasz, hogy a kauzalitás, a fizika, meg minden de hát a fizikát is a saját agyunkon keresztül értjük meg. És hogy a franc se tudja, tehát Hát de a fizika se... arról nem tud, hogy mi megértjük-e, vagy nem ugye? Ez, ez igaz, de mi, de mi, van, ha mi csak annyit látunk a világból, amennyit az a agyunk húzalozása megenged. Tehát ugye az emberek mindig rácsodálkoznak arra, hogy milyen érdekes, hogy vannak ezek a teljesen emberi kreálmányok, hogy matematika, amit valóságban sehol nem látsz egy háromszöget, meg nincs olyan az erdőben, hogy Pitagorasz tétel, meg prímszámok, meg mit tudom én mi, de azért mégiscsak a matematikai modell, ami otthon a a fejünkben, és egy teljesen zárt világ, az alkalmas a világ leírására erre, és Einstein erre mondta, hogy az a világban a legérthetetlenebb, hogy érthető. Hogy ez a emberi, mélyen emberi dolog, a matematika egy olyan objektívnek tűnő valóság leírására alkalmas. Most akkor provokatíve meg lehet kérdezni, hogy mi van akkor, ha ez nem is így van? Mi van akkor, hogyha éppen azért érezzük így, mert egy csomó minden van még a világon, ami nem illik bele az agyunk által befogadható koncepciókba, csak azt nem is érzékeljük. Egyszerűen kiszűrjük, mint hogyha az agyunk az ilyen kis lyukacska lenne, amiben a bölcsis gyerekek betömik a formákat. Ilyen csillagalakú formát a csillag alakú lyukba, a háromszög alakú formát a háromszög alakú lyukba, stb. És egyszerűen, ami egyikbe se illik bele, az nem megy be a fejünkbe, és akkor csodálkozunk, hogy milyen érdekes a világ, hogy nekünk egy csillagalakú lyukunk van, és mindig csillagalakú alakú cuccokat kapunk bele. Meg háromszög alakú lyukunk van, és háromszög alakú cuccokat kapunk bele. Milyen érdekes, hogy az egész világ háromszögekből áll, ugye? tehát franc se tudja. Simán lehet benne valami, és majd erről még nyilván beszélgetünk, szóval szerintem ez egy tök jó ötlet, és, és szerintem pont, 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 emiatt ez nagyon jó, hogy ezt egy film megpendítette ezt az érdekességet. Nekem ezért tetszett. A más kérdés, hogy most a filmrendezői dolgok azok hogy vannak, vagy lehet, hogy ellaposították a második felét, arra már nem emlékszem. De azért szerintem ez egy jó, jó koncepció. Onnan tudja a toboz, hogy mi az a Fibonacci Fibonacci számok, ugye? Szerintem egyébként nagyon jó gondolat az, amit a film boncolgat, én is egy kicsit átellenes véleményen vagyok, mint Csaba, vagy ellentétes véleményen. Én nekem ez a film üzenete, vagy vagy amit jelentette az az, hogy a gondolkodásunk megváltoztatja a világról alkotott képünket, az időről, a fizikáról és mindenről, ahogy Miklós is elmondta, ezt mind, mind az agyunkon keresztül érzékeljük. És hát szerintem ez egy szép gondolat, hogy vannak olyan fajok, akik teljesen más életvelfogásban élnek, mint mi. Az alapgondolatot egyébként én is nagyon szépnek, és nagyon érdemesnek tartom arra, hogy csináljunk belőle egy filmet, hogy a, a nyelv hogyan hat a gondolkodásunkra. És még egyszer mondom, ez a film első felében maradéktalanul nagyon jól sikerült, és hatalmas, nagy kielégítő élmény de úgy érzem, hogy elindul egy ilyen tekegolyó, ami úgy látszik, hogy tarolni fog, és a végén így számomra így, így, így pont elkanyarodik, tehát így, így, van egy film, amiben nem a csihi a lényeg, meg nem, nem, nem függetlenség napja, nem felrobbannak a felhőkarcolók, hanem valami státrekes élmény, végre valami más, végre valami, valami olyan dolog, ami, ami engem nagyon érdekel, és, és helye van a mozivászton, és bátor, mert ilyet, ilyet elmondasz egy asztal mellett a Hollywoodban a producereknek, és, és sírva menekülnek ki, biztos, hogy kellett ehhez valami érdekérvényesítés, ami vagy a vilnőnek vagy másnak van a, a stábban, hogy ez egy ilyen megvalósulhatott, de úgy érzem, hogy aztán Hollywood elkezd tombolni a, a végén ennek a dolognak, tehát Lehetett volna szerintem ezt a gondolatot szépen és, és egy kicsit visszafogottabban és ízlésesebben tálalni a végén, mert ilyen over the top lesz, tehát egy ilyen körpályára áll a film, de ahhoz, hogy ez a menet dinamika így, így stimmeljen, egy akkora fekvőrendőrön halad át, hogy a kesztyűtartóból minden az arcomba ömlik közbe. Van egy olyan pont, ahol nem értem, hogy hogy következik ebből az, amit a végén látunk. De lehet, hogy ebben egyébként van egy kis regény, én úgy tudom, és lehet, hogy csak nekem nem fordítódott át jól a, ez a dolog, hogy, hogy, hogy hogyan is működhet, hogy kell ezt elképzelni. Lehet, hogy pont akkor aludtam el, mikor először néztem, bár most figyelmesen próbáltam követni az eseményeket, de ott volt volt egy olyan pont, ahol úgy érzem, hogy nagyon elszaladt, tehát így a végtelenbe kezdett tendálni a, a, a függvény, mint egy ilyen rezonancia görbén, és nem tudtam követni, csak azt mondtam, hogy wow, 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 Wow. Jó, hát mondjuk ki, hogy ez a tipikus példája ez a film a jó történetek rosszul megvalósításának, tehát hogy azért sebb vérzik, az összes gyakorlatilag hollywoodi klisét felsoroltatja, tehát a, a, katonák, akik saját kezükbe akarják venni, és végül robbantanak, és szóval minden, minden, minden benne van, ami az ilyen filmben benne kell lennie, és hát ahogy említetted, illetve ezzel kezdted az adást, hogy csinálunk gyereket, tehát hogy nem beszélnek emberek így. Nagyon érdekes volt, hogy ahhoz képest, hogy nyelvészeti területen kalandoztunk a film során, egy valami nem volt emberi, a beszélgetések, amik, amiket a dramaturgok felépítettek, vagy amiket az írók felépítettek. Emberek nem beszélnek így. Hát persze, ebben simán igazatok lehet. Ennek én nem vagyok a szakértője. Ráadásul magyarul nem is láttam a filmet, meg angolul is már négy éve, vagy mikor, amikor bemutatták. A, ami, amikor egyébként éppen ö, néhány hónapos volt a gyerekünk, és ez az az időszak, amikor kicsit sporadikusak az emlékeim. Tehát ö, most azért igyekeztem visszanézni legalább a, a kritikus részleteket a filmbe, amikor a sztori kifejlődik, de én persze nem a film művészeti részére fókuszáltam, hanem a tudományosra, de annyira tetszenek a Csabának a, a metaforái, hogy a kesztyűtartóból az arcodba esnek, ez fantasztikus. Na, szóval igen, ez, ezért szeretek ide járni. Na, majd akkor így én is újra fogom nézni most ezzel a szemmel. És akkor én szerintetek magyar szinkronnal nézzem? Vagy mit ti magyar szinkronnal láttátok? Ezeket? Én azzal néztem, és Aha. nekem az a véleményem, hogy most sokkal jobban élveztem, mint amikor először láttam, mert akkor valamiért én angolul kezdtem el. Sokat hozzátett nekem a, a magyar szinkron ehhez a dologhoz, mert ezeket a nyelvi dolgokat eleve dekódolni kell, és szerintem jobb, hogyha azt közvetlenül a, a füledbe egy magyar szót hallasz. Persze, hogyha valaki jól tud angolul, meg idegen nyelven, akkor ez nem jelenthet gondot, de szerintem van benne egy plusz olyan réteg, ami, ami jobb, hogyha magyarul szól. Arról mondjuk nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire jó a fordítás. Például volt benne ott egy ilyen furcsa kifejezés, hogy zéró tét, vagy nem tudom milyen, azt, azt föl sem tudom idézni. Valamilyen idiómát próbáltak behozni a, a, az angolból, de, de nem hallottam még azt a fajta magyar változatát, amit itt a filmben kiemeltek. Ez akkor van, amikor a lányával beszélget, és a, a, lánya megkérdezi, hogy mi, hogy hívjuk azt a fogalmat, amikor, és arra mond valamilyen nagyon furcsa kifejezés. Aztán lehet, hogy létezik, csak én, én, nekem ott az, az döccent egy kicsit, de persze azt, azon nagyon könnyen át tudtam lendülni, mert értettem, hogy az egy flagként van ott a, a nézőnek, hogy ott, ott az emlékképből beugrik valami, ami aztán tovább lendíti a, a jelenjében a főhőst. Csaba, gyakorlatilag kimondtad a lényeget, bár én először is és másodszor is magyarul néztem, de kimondtad a lényeget, azt, hogy magyar fülnek magyarul szóljon. Mert hogy erről szól a film. Szerintem, és akkor válaszolok a kérdésedre, Miklós, persze, hogy magyarul, persze, hogy az anyanyelveden néz meg a filmet. Teljesen tök mindegy, hogy az ember mennyire beszéli, Mondjuk itt jelenleg az angolt. Itt az a lényeg, hogy arról szól a film, a nyelv fontosságáról, vagy a nyelv, a gondolat, a, a világszemlélet, a, a látásmódnak a, az erejéről. Oké, okay, hát én so, soha nem nézek magyarul a, a, a angol nyelvű filmet, de majd akkor lehet, hogy kivételesen teszek egy kivételt. Ö, jó, mert általában ugye nem régen azért néztem, és keserves csalódások éltek, tehát pont az ilyen szójátékok éppen a nyelvi dolgok miatt annyira nem jönnek át, mert hogy persze természetesen lehetetlen őket lefordítani, hogy ezért is ugye nehézség, és hát pont erről szól a film, ugye? Tehát azért nagyon jó, hogy mondod, mert, mert, mert valóban arról szól a film, hogy, hogy, hogy egy adott kifejezés, az csak az adott kultúrális kontextusban értelmezhető, és hogyha még ha le is fordítod, akkor az valami tök más tud jelenteni. Ugye emlékezhetek akkor a filmben, és erre még én is emlékszem, hogy milyen érdekes, hogy a kínaiak, ugye, ugye úgy szól a film, hogyha valaki már rég látta volna, vagy nem látta, és mégis meghallgat egy ilyen spoileres adást, akkor annak elmondom, hogy ugye van 12 ilyen földön kívüli űrhajó, amik, ugye 12 van belülük a jól emlékszem, ami megjelennek, megjelennek a földnek ilyen random pontjai fölött, eddig akár a függetlenség napja is lehetne, igaz? De Tizenketten vannak, és persze minden országnak a hatósága megpróbál a maga módján kapcsolatba lépni ezekkel a lényekkel, akik egyébként ilyen egészen különleges lények, ilyen sokkarú, polipszerű ízék. Azt hiszem, hogy ö, nem is emlékszem már annyira, hogy hogy néznek ki, csak a nyelv, nyelvük van meg, amivel kommunikálnak, de az a lényeg, hogy hogy például a kínaiak tök más, hogy fordítják le ugyanazt a frázist, mint az angolok, mert egyszerűen a kínaiak egy más kommunikációs formát találnak ki a velük való beszélgetéshez, mégpedig a majong nevű játékot. Ugye ez egy ilyen nulla összegű játék, ahogy ezt a statisztikusok mondják, vagyis a játékelmélészek, vagyis egy olyan játék, amiben a győztes mindent visz, és valahogy ezt használják az idegenekkel való kommunikációra, ezt a mahjong nevű egyébként tök jó játékot. És hát az a helyzet, hogy, hogy éppen emiatt ők egyszerűen fegyverként fordítanak valamit, amit egyébként eszköznek kéne fordítani. Non-zero sum game, ami elhangzik uh -huh. a... a... zero sum game, az nulla összegű játék magyarul, ugye ez azt jelenti, Na, hogy... ez mondja a magyarul is, hogy nem zero összegű játék. Létezik Jó. ez a magyar kifejezés? Nem, mert... nem, nulla összegű játék. Hát általában ez a baj, pont a többek között emiatt lett elegem a fordításokból, hogy ugye általában nem nézetik meg senkivel, aki, aki az adott tudományterülete jártas, mert nyilván nincs rá Na, tehát a nulla összegű játék, ugye ez az azt jelenti, amikor, amikor nem az van, hogy mondjuk mindenki nyerhet, hanem hogy van egy adott összeg, és akkor a játék végén minden ahhoz az illetőhöz kerül, aki megnyerte a játékot. Tehát amit csak egy ember nyerhet meg lényegében, és akkor ez minden, minden az övé. Tehát a winner takes all, vagyis a győztes visz mindent típusú játékok. Azért nulla összeg, mert az egyik veszt, a másik nyer. Nincs olyan, hogy egy kicsit nyer, az meg jobban nyer. És akkor ugye ilyennel kommunikálnak a kínaiak, és emiatt aztán egy olyan gondolati keretbe kényszerülnek, ahol az a szó, hogy eszköz, az úgy fordítódik, hogy fegyver. Hát ha úgy fordítodik, hogy fegyver, akkor meg nyilván a világ minden táján a katonák azonnal azt mondják, hogy akkor robbancsunk. És hát ilyen félreértésekre bizony rengeteg okot ad. Egyrészt a filmfordítás, úgyhogy nagyon jó ez a parabola, másrészt pedig hát ugye a, nyelv, a nyelvek különbsége. Tehát, hogy itt ez, ez nagyon jól átjön ebben a filmben, és nagyon sok nyelvészeti ötlet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ami tényleg bizonyítja, hogy milyen mértékben visszahatnak a szóhasználatok, vagy az adott nyelvünknek, a beszélt nyelvünknek a jellemzői a gondolkodásmódunkra. Most gondoljunk egy nagyon egyszerű példára, messze nem ilyen bonyolult, mint az időérzékelés, hogy például az orosz nyelvben külön szó van a sötétkékre, meg a világoskékre. kékre. Tehát az orosz gyerekek azt, mint egy külön szín. Kódolódik be az agyukba a sötétkék, meg a világoskék azért, mert külön szín van rá. Például azokra a kérdésekre, amiket ilyenkor a pszicholingvisztek felszoktak tenni nekik, hogy most húzza be a határt a sötétkék meg a világoskék között, akkor érdekes módon kimutatható, hogy azok az emberek, akik ezeket a nyelveket beszélik, ahol ilyen megkülönböztetések vannak, azok sokkal élesebben látnak különbségeket. Akkor vannak ezek a városi legendák, többnyire amúgy mende mondák, hogy az egyik másik eszkimó nyelvben hány szó van a fehérre vagy a hóra, és hogy a hó különböző állagaira, persze a magyarban is, de Kétségtelen, hogy ha hát valamire rá van állva egy szókincs, akkor azt jobban ki lehet fejezni, jobban át lehet élni a különbségeket, még akkor is, ha ezek ilyen objektív különbségeknek tűnnek, mint hogy egy kék árnyalat. Vagy, ami a kedvenc példám, hogy ott vannak például az olyan nyelvek, mint a Héber, ahol például már azt is máshogy mondod egy gyereknek, hogy te hogyha az fiú vagy lány. Tehát nem csak úgy, mint az angol, hogy ha azt mondod, hogy ő, ugye akkor ott különbséget teszel a harmadik személyben a hím nem, meg a nő nem, meg a semleges nem között, tehát máshogy mondod azt, hogy hí vagy sí, ugye? De, de az a héberben már azt is, hogy te gyere ide, vagy, vagy, vagy ki vagy te, azt is máshogy kérdezed egy lánytól, mint egy fiútól, hogy nyilvánvaló, hogy a nemi identitásuk nekik már sokkal korábban, kimutathatóan fontosabb az óvodáskorban, mert egy olyan nyelvet beszélnek, ahol már arra kényszerülnek picikorukban, hogy megkülönböztessék ezeket a dolgokat, amikor más nyelveket beszélő kisgyerekek még egyáltalán nem foglalkoznak ennek a lényeg, a fontosságával. Szóval elképesztő módokon visszahathat ez a dolog. És hát igen, ez egy, ez, egy, ez egy, nagy lehetőség, meg egy, egy, egy ilyen kalitka is. Tehát szokták mondani ezt a marhaságot, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Ennek van valamennyi értelme, mert, mert egy más keretrendszerbe kényszerül az ember gondolkodása, és talán könnyebb kikerülni a csapdákat. Csak ott van az igazi nagy csapda, hogy jelen tudásuk szerint az összes emberi nyelv egy ősnyelvből származik valószínűleg. Bár ezt vitatják, de Valószínűleg igen. Tehát az azt jelenti, hogy tényleg az ember, ember, agyában vannak valami közös korlátok, ami mindannyiunkban ugyanúgy van, és hát ezt a kérdést pedzegeti a film. Ez az igazi erőssége ennek a filmnek. A nyelvről kezdünk el gondolkodni olyan emberek, akik amúgy nem teszik meg, ennek a fontosságát veszik figyelembe, és tényleg ebben nagyon jó, hogy, hogy elkészült ez az alkotás. Maradjatok velünk, mert hát a parallax is azonnal folytatódik. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak. Kattints a podcast.ntv.hu oldalra, és hallgasd a műsorainkat bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön. Például az Impulzus Podcastet. Túl a századikon, de messze még a küldetés vége. A meghajtás impulzus a cél a legvégső határ. Az Őrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő hiánypótló és Magyarországon egyedülálló podcastjében a Körkféle eredeti, a Discovery és a Pikár csorozatok, illetve a mozifilmek kiveszélése mellett különleges adások és meghívott vendégek gondoskodnak a Star Trek hangulatáról. Merülj el Gene Roddenberry világában az Impulzus podcasttel! impulsus.őrszekerekflotta.hu Kék riadó. nem látja egyes? Azt hiszem, hogy a, a portálvető, ez itt csak nem a parallax is. Valamelyik ötök említette, hogy a kultúrával is nagyon szorosan összefügg a, a nyelv, és ezt a témát szerintem a Star Trek Új Nemzedék Darmok című epizódja maxolta ki a lehető legjobban. Ott egy olyan kultúrát ismerünk meg, ahol teljesen a, az irodalmi hivatkozásokból vett ilyen szólásokkal kommunikálnak. Például, mintha én azt mondanám neked, Miklós, hogy repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, csak ilyen mondatokkal kommunikálnánk. Persze ez is eleve elgondolkodtató, mert lehet, hogy az egész nyelvünk olyan, hogy minden átvitt értelmű, tehát semmi sem konkrét, egy modellezése a világnak, ugyanúgy, mint a matematika, az általunk használt nyelv is, és ezek az igazán érdekes és, és izgalmas gondolatok ebben a, ebben a fajta filmben, amit aztán a, a néző az magával visz, és, és tovább tudja, ezt az egész helyzetet gondolni. Ez, ez szerintem ilyen szempontból nagyon-nagyon értékes élmény. Ha ez nem lenne szórakoztató formában megvalósítva, akkor ezek a gondolatok nem, nem ébrednének föl. Tehát valahol ott volt egy nagyon jó nyelvész tanár, vagy professzor, vagy valaki, aki ebben a filmben közre tudott működni szerintem. És persze van egy olyan rajz is, azt hiszem, hogy megjelenik, ahol anyu és apu az állatokkal beszélget. Ez is végig ott van a nézőben, hogyha Mondjuk meg tudunk érteni egy ilyen gyökeresen eltérő kultúrát, akkor mi lenne, hogyha azt is megpróbálnánk, hogy elbeszélgetünk mondjuk egy medvével az erdőben, hogy lécim most ne tépjél szét. Persze itt ugye közben jön az írott nyelvnek a, a, a sajátossága. Itt ugye ez egy egyfajta shortcut, ezt a főszereplői Mi Edemsz is kimondja, hogy hát anélkül cseszhetjük az egészet. A, a medve meg nyilván nem fogja nekünk leírni, hogy mit akar, vagy éppen mit mond. De én ezen is sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnánk mondjuk delfineknek, kutyáknak, medvéknek, bármilyen állatnak a, a saját hangjait értelmezni, és és hogyan tudnánk egy egy rendszerbe foglalni azt, hogy végül egy kommunikáció alakulhasson ki. Hát igen, ez ez nagyon érdekes kérdés, és hát sokan foglalkoznak ezzel. Meg, meg, az is van, hogy ugye az állatokról azt mondjuk, például a delfinekről, hogy ők biztos hogy csomó mindent érzékelnek, amit mi nem. Igaz? Na most ehhez képest ugye az a helyzet, hogy, hogy az ember néha magáról se tudja, hogy mi mindent lenne képes érzékelni, hogyha a nyelve erre sarkalná. Például mondtam ezt a színkülönbségeket, de közben eszembe jutott egy még ennél is brutálisabb példa, ami olyan, hogy magam alá csináltam, amikor meghallottam, egy nyelvésznek a TED előadásában hallottam. Azt mondta, hogy valahol Ausztráliában, vagy, vagy Pápua van egy olyan törzs, ahol az emberek a mindennapi beszédben az észak-dél-kelet-nyugat irányokat használják mindig, független attól, hogy hogy Állnak, tehát, hogy nem azt mondják, hogy előre megyek, és, és jobbra, balra, hátra. Itt vannak bent a ház belsejében, és mégis azt mondják, hogy légy szíves, tedd már, mit tudom én, egy méterrel, keletebbre ezt a sótartót, meg ilyeneket, és tényleg megcsinálják, tehát, hogy ők úgy járnak kellnek a világban, hogy amiatt, hogy a nyelvük ilyen, emiatt az ő térérzékelésük annyira rettenetesen fejlett, hogy erre képesek, tehát akkor is, ha bent vannak egy házban, meg ha már másfél órát bolyongtak az erdőben jobbra-balra, akkor is pontosan tudják, hogy merre van észak, dél, kelet és nyugat, egyszerűen azért, mert a nyelvük rákényszeríti őket arra, hogy ezt tudják. És pedig azt szoktuk mondani, hogy hát ilyen belső iránytűjük, ugye azok a madaraknak van, akik vándorolnak, minden. Tehát az az igazság, hogy az emberek is képesek lehetnek erre, csak lekorlátozza a nyelvük. És hát a jó, hogy tudja, mi mindenre lehetünk még képesek. És persze az állatokkal való kommunikálás, ez meg... Szerintem olyasmi, hogy nagyon nagy butaság azt hinni, hogy az állatok nem beszélgetnek egymással. Én mindig, mindig agy, agyfaszt kapok, amikor azt hallom, hogy ilyen filmekben még manapság is elhangzik, hogy hát az nyelv az az emberre jellemző. Hát most komolyan, hogyha már egyszerűen nem tudunk semmit az egészről, csak egy delfin kommunikációt felvesszük, és fizikai eszközökkel meg lehet mérni annak a jelsorozatnak az információt tartalmát, anélkül, hogy értenénk, hogy miről van szó, ugye csak információ entrópiáját meg lehet mérni. Mondjuk egy bálnának a hosszú énekének, hát ez, az sokkal több információt tartalmaz, mint egy, mit tudom én, bármi legyen is az, nyilván nem tudjuk dekódolni, de azt tudjuk, hogy annyi információ van benne, mint több órányi emberi beszédben. És amikor a bálna meg szó szerint hangról hangra ugyanazt a fél órás monológot megismétli két órával később, akkor azért nekem senki nem mondja, hogy ez nem egy nagyon kifonult kommunikáció. Nagyon jó lenne ezt megérteni, és hát nagyon örülök, hogy végre Science Fiction is belevágott ebbe, és a Star Trek egyébként abszolút szerintem is élen jár ebben, és szerintem is ilyen átvitt koncepció, minden szó. Ez is egy nagyon jó meglátás. És a rókák azok mit csinálnak? Volt egy ilyen sláger nemrég. Nem? <tökször> Igen. Két. Igen. Egy biztos, a zsiráfok állítólag nem adnak ki semmilyen hangot, mert túl hosszú a nyakuk ahhoz, hogy a hangszálaik működjenek. De persze, azt amúgy egyébként meg a legortodoxabb csávók sem tagadják, hogy az állatok kommunikálnak. Persze ez nyilvánvaló. Gondoljunk csak bele, hogy egy mékast vagy egy hangya bolyt, ezt hogyan lehetne üzemeltetni kommunikáció nélkül hanem hogy a nyelv, a, amikor ők azt mondják, hogy a nyelv az ember sajátja, akkor, akkor ők se azt állítják, hogy az állatok nem kommunikálnak, hanem azt állítják, hogy ilyen abstrakt dolgokat, tehát olyasmikről kommunikálni, ami nincs ott például, vagy olyasmiről szakérteni, ami nem történt meg, hanem csak egy lehetőség. Tehát ilyen képzelt konstrukciókat, gondolati modelleket megalkotni a valóságról, de az az, ami az emberek sajátja, mondják ők. Na én ugye ezt is vitatom, meg sokan. Hát az az érdekes, hogy persze azt sem tudják a kutatók, hogy konkrétan az emberi nyelv, amit most annak hívunk, az mikor jelent meg. De természetesen nem volt akkor senki, aki felvegye azt, hogy az emberek beszélgetnek, de azt nagyon jól lehet tudni, hogy, hogy mondjuk olyan nagyjából 170 ezer évvel ezelőtt Afrikában már megjelenik egy olyan kultúra, aki hirtelen sokkal kifinomultabb eszközöket készít, mint az ugyanabban az időszakban élő emberek Afrika más részein, annak ellenére, hogy ezek az emberek egyébként csontvázukban, tehát így, így ami megmarad belőlük, egyáltalán nem különböznek a többiektől, tehát itt mind, mindenki már homo sapiens, akikről most beszélek, persze a neandervölgyek is élnek máshol, de most nem róluk beszélek, tehát a homo sapiens-ek egy csoportja ugrásszerűen úgy tűnik, hogy 170 ezer évvel ezelőtt hirtelen elkezdett sokkal kifinomultabb eszközöket készíteni. Tehát meg a művészet jegyeit mutatni, egyértelmű szép díszítő momentumokat használni. Mondom, ez nagyon mélyen van a múltban, mondjuk 170 ezer évvel ezelőtt nagyjából. És hát akkor mi a helyzet? Hogy, hogyan történhetett ez? Azt mondják, hogy lehet, hogy akkor jelent meg a nyelv. És az a másik döbbenetes, és akkor ezt támasztja alá azt, hogy volt egy ős nyelv, ezt a hipotézist, hogy, hogyha, hogy a genetikusok meg azt is kiszámolták, hogy a mitokondriális éva, az mikor élt. Ugye a mitokondriális éva, az minden jelenleg a Földön élő embernek a közös őse. Van ez a DNS-ünknek egy része, a mitokondriális DNS, ami ugye nem keveredik, mert mindenki az anyukájától kapja. És ha nem lennének másolási hibák, ez azt jelenti, hogy akkor a Földön minden élőlénynek, akinek van mitokondriuma, és végül is egy közös östhöz származik, a Földön minden élőlénynek tök ugyanolyan lenne a mitokondriális DNS-e, hiszen ugye elvileg változatlan formába adják át az anyukák a gyerekeiknek. Mint ahogy az emberek a vezetéknevüket az apukától kapják, a mitokondriális DNS-t az anyukáktól kapjuk. Valóságban persze mindig vannak másolási hibák, és ezért aztán a mitokondriális DNS-ek összehasonlításával, és fel megbecsülve azt, hogy milyen gyakran történik egy másolási hiba, ki lehet következtetni, hogy ki milyen messze van valakitől genetikailag. Tehát mondjuk, hogy Ádám meg az én génállományomat összevetve, meg lehetne nagyjából satszolni, hogy hány generációval ezelőtt élt a mi. Közös ősünk anyai ágon. És akkor ez a helyzet, hogy ezt az egész emberiségre megcsinálták többször, és az a konszenzus, hogy nagyjából 170 ezer évvel ezelőtt sétálgatott Afrikában ez a mitokondriális évának hívott ősanya plusz-minusz 50 ezer év. Én mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor ő volt az egyetlen nő, hanem csak azt jelenti, hogy minden ma élő ember az ő ki leszármazottja. Biztos a többieknek is voltak leszármazottaik, csak ők már kihaltak. És akkor itt jön az érdekesség, hogy ez a két dátum, ez ugyanaz. Tehát az, amikor megjelenik ez a fejlettebb tárgyi kultúra, meg amikor mindannyiunk ősanyja élt, az körülbelül plusz-minusz 50 ezer év egybeesik időben. Tehát ebből azt lehet kikövetkeztetni, hogy egyszer az emberiség egyik csoportja hirtelen rádöbbent a nyelvhasználatra, hirtelen elkezdte az a csapat használni a nyelvet, és akkor egy olyan evolúciós előnyre tettek szert, hogy szépen lassan kihalasztották az összes többi, amúgy ugyanolyan külső kinézetre, ugyanolyan homo sapiens emberfajt, és minden mai élő ember ennek a sikeres csoportnak a leszármazottja. Ez viszont arra utal, hogy egyszer valami hirtelen effektus volt, ami bekattintotta ezt a nyelvi gépet az ember agyában. És persze ebből az következik, hogy valamennyire mindannyiunk fejében ugyanolyan nyelvi gép van, hiszen mindannyian ugyanonnan hozzuk. Egy közös östől. És akkor felveti a kérdést, hogy akkor lehetne sok másféle nyelvi gép? Tehát, és akkor persze ott van a polipok, akik azzal kommunikálnak nagyon fejletten, hogy milyen színű mintázatokat rajzolnak ki, amiket tudnak változtatni, tehát ők egy ilyen ha a filmben látotthoz hasonló módon képi kommunikációt folytatnak, a jó ég tudja miről. Szóval itt azért lehetnek lehetőségek ebben. Úgyhogy, úgyhogy ez egy fantasztikus témakör, én azt gondolom, amennyire én ezt így kívülről látom. Ugye itt a nyelvtörténetben, amit elővezettél, nem lehet, hogy egy fontos sarokpont az úgynevezett tudatosság. Ezt a film is megpendíti, hogy mi van akkor, ha, ha ezek itt ösztönös lények, akkor az a fajta példamondat, amit ott fölírt a táblára, akkor az sokkal nagyobb erőfeszítés lesz velük ezt megértetni, tehát lehet, hogy nem csak hónapokban, hanem években, vagy soha nem is fog ez sikerülni. Tehát maga a tudatosságnak a kérdése összefügg ezzel a fajta nyelvhasználattal, írott kultúrával, amit most látunk. Én valami esmit hámoztam ki, Miklós, a te monológodból, vagy ebből a nyelvtörténeti visszatekintésből. És euh, én nekem csak az a kérdés merült föl film közben, hogyha ők náluk benne van a pakliban, tehát feltételezik ott a, a, katonai bázison, hogy ezek lehetnek ösztönös lények is. Most egy ösztönös alapokon élő civilizáció az például tud űrhajót építeni? Vannak olyan vívmányai, mint egy, egy tudatos civilizációnak lehetnek? Hát a kérdés az, hogy például szerinted mi, mint emberiség tudatos civilizáció vagyunk-e? De ez most komolyan kérdezem? Hát abban az értelemben igen, hogy reflektálunk magunkra, tudjuk, hogy meg fogunk halni mondjuk, tehát látunk bizonyos különbségeket a mellettünk élő állatvilághoz képest ahhoz képest, ha így különítjük el magunkat, hogy mi tudatosak vagyunk, ők meg mondjuk ösztönösek, persze ott is előfordulhatnak ilyen bespájzolások, fészekrakási tervek, meg minden, de azt is valahogy mindig ilyen ösztön világba szoktuk be kategorizálni. Igen, én ezzel annyira nem értek egyet, annyira, de kicsit azért, én, én nem <laughs> tudom. Én az az, hogy ne, nem értek egyet az, amit szoktak mondani, nem te mondtad, szoktak mondani, hogy mi valami minőségileg más csinálunk. Én próbáltam engem, ezt elkerülni. Igen, hogy, hogy ez így jön le. Abszolút, tudom hogy, tudom, hogy te nem ezt mondtad, de mégis nagyon sokan mondják. És erre mondja azt a Juval Noah Harari a SAPIENS című könyvében, ami hát egy ilyen kicsit felvizezett filozófiai bestseller. De ez egy jó gondolat. Nyilván nem tőle származik eredetileg. Hogyha megnézzük, hogy egy, egy adott ember egy csimpánznál mennyire intelligensebb, hogy és mi, ezt igazából szóval nem lehetne úgy külön megállapítani, hogyha ott lenne egy ember, meg egy csimpánz. Tehát mondjuk adnál egy embernek egy feladatot, meg egy csimpánznak, és kiraknád egy lakatlan szigetre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az embernek jobbak lennének a fennmaradási esélyei, sőt, egy csimpánznak se hogyha tíz embert összeraknál, és tíz csimpánzt, még akkor sem egyértelmű, hogy az emberek jobban. De hogyha mondjuk ezer ember és ezer csimpánz, akkor egyértelmű, hogy annyi csimpánz már nem tud együtt működni, tehát az már ott egy irdatlan nagy káoszba fordulna, még ezer ember meg tudja szervezni magát, csinál egy falut, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy az embernek érdekes módon úgy tűnik, hogy mi abban különbözünk az összes többi főemlőstől, hogy pontosan a nyelv, mint hatalom, vagy nem tudom, ez a, nem tudom mi a más képpen való gondolkodásunk lehetővé teszi azt, hogy összeszervezzünk nagyobb társaságokat egy közös cél érdekében, még olyan embereket is, akik egyáltalán nem is ismerik egymást. Ugye? Egy csimpánz kolóniában, ahol a törzs, az alapegység, vagy egy ilyen csapat, egy falka, ott ugye teljesen elképzelhetetlen, hogy együtt dolgozzanak egy olyan emberrel, vagy olyan másik csimpánz akit soha nem ismertek, vagy nem találkoztak vele. De az embereknél igen, hogy mit tudom én, Fizetjük az adót, olyan emberekkel vállalunk szolidaritást, akikkel sose találkoztunk. Igazából ez az újítás, de hogy ez intelligencia ez, vagy tudatosság, azt nem tudom. Úgy tűnik, hogy mi egy nagyobb csapatban tudunk eredményesek lenni. Tehát ezer ember eredményesebb, mint ezer csimpánz. De egy ember nem eredményesebb, mint egy csimpánz, ami a túlélést illeti. Úgyhogy ezért aztán kicsit óvatosan bánnék ezekkel a dolgokkal, hogy mi, mint egy emberi egyén, mennyire vagyunk tudatosak. Hát. Úgy csinálunk, mintha azok lennénk, aztán mégis majdnem mindig kimutatható, hogy általában csak magyarázatokat keresünk, tudatos indokokat keresünk arra, hogy igazoljuk a viselkedésünket, ami kívülről nézve pontosan úgy néz ki egyébként, ugyanazokat csináljuk, mint a másik állatok, akikről azt mondjuk, hogy ösztönösen viselkednek, csak más dumát mondunk hozzá. Igen, talán ez, a, ez, ez lehet egy különbség mondjuk a tudatosság és az ösztönösség között, megint csak nem minőségi határokat meghúzva, hogy mondjuk én százszor átgondolom azt, hogy mit csináljak, de egy, egy oroszlán mondjuk levadászik egy növényevőt, és akkor ő, ő ezen nem pörög szerintem, hogy most ezt jól csináltam, vagy rosszul csináltam, hanem ez, ez volt az út, tehát kellett, ennek meg kellett történnie. Na de szerintem ne pörögjünk a filozófián, mert lehet, hogy mi is ilyen körkörös irányvonalat veszünk föl, mint maga a film. Egy dolgot szeretnék még kitárgyalni, én talán többször említettem itt a műsorba is, hogy mikor először néztem a filmet, akkor elaludtam rajta. Ez semmiképpen sem a, a filmnek a témája miatt következett be, ez Bizonyára itt a, itt a tálalásban kell keresni a, az okokat, és megint csak ugye rólam van szó, lehet, hogy a, a, a világon az összes többi ember végig feszülten és halálosan jól szórakozott, de én most itt másodszorra, nekem volt rá időm, hogy egy kicsit odafigyeljek a rendezésre is, meg minden, és azt figyeltem meg, hogy itt a rendező olyan eszközökkel él, hogy folyamatosan egy fal mögött tartja az embert. Például az elején, amikor megérkeznek a, az idegenek, ez a 12 izé, kagyló, akkor nagyon-nagyon, nagyon, 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 nagyon sokáig nem látjuk őket. Ki kell fürkészni. Nagyon sok filmben ugye az, az, az a fajta módszer működik, hogy a néző az többet tud, mint a, mint a szereplő. Aztán van olyan fajta film is, ahol csak a szereplő szemével látjuk a az eseményeket, de itt, itt még ez is meg van fordítva, tehát mi sokkal kevesebbet tudunk, mint maga a főhős. Az Amy Adams már rég látja ezeket a izéket, amikor mi csak ilyen lopott pillanatokból, ilyen, ilyen képernyő sarkában látott tévéből, aminek szintén csak a sarkában van egy kis csücsök, abból a kajlóból csak ennyit látunk, és ez folyamatosan arra készteti a nézőt, hogy, hogy fürkészen, hogy odafigyeljen, hogy, hogy kíváncsi legyen, hogy mi van ott, mi, mi fog történni. Nyilván ez nem újdonság, és nem Danny Villeneuve találta most föl a spanyol viaszt, majd Ádám lehet, hogy meg is mondja, hogy ez, ez egy bevett technika, és ezt használni kell. Itt viszont úgy gondolom, hogy kicsit azért lehetett ez túlhasználva, mert maga ez, a, ez az art style, amivel itt találkozunk, az gyönyörű szép, nagyon megfog, de engem például nagyon kevés időre fogott meg, végig azon gondolkodtam, hogy ezt egy rövid filmben tudtam volna elképzelni, hogy megérkeznek ezek az idegenek, ezekkel a kagyló alakú valamikkel, és, és ott tudott volna kiteljesedni, mert hosszú ideig ez a látványvilág nem kötött le, mindig volt egy, egy pont, hogy amikor bemennek, az fú de nagyon jó, fúde de kafa, ott a gravitáció megfordul, és ott fölfelé mennek, és milyen jól néz ki, de ez nagyon hamar kiégett bennem, és amikor már másodszorra voltak ott, akkor már már ásítoztam. És a színészek sem tudtak ezen segíteni, szegény Amy Adams, szegény Jeremy Renner, szegény Forrest Whitaker, akik biztos nagyon jó színészek a, a, szakmában, de egy idő után túlzottan megszoktam a, a, környezetet, és érzem, hogy a film ezen próbál segíteni ezzel a ilyen előbb említett, hogy csimpaszkodjon fürkészen a néző technikával, de szerintem ez sem sikerül, és a film második felében ez az üzenet, hogy az agyunknak a gondolkodás mondja, az még a, a, a látás képességét is megadja, azt is úgy érzem, hogy kerülgeti a film egy, egy ideig a nézőt, mint egy ilyen szumó birkózó, aki nézegeti az ellenfelét, így méregeti, hogy mi lesz, aztán egyszer csak neki megy és, és rázúdul, mert én ebben a pillanatban éreztem, hogy tényleg valami olyan zúdul rám, ami, amit így... így Feszengve rejteget a film, de aztán egyszer csak így rám tolja. Tehát voltak itt nekem a tempóban problémák, ami egy ilyen furcsa elegyet alkot, és néha, néha elámosodom, néha meg nem. Egy szó, mint száz. Én ezt a filmet mindig úgy fogom mostantól megnézni, ha megnézem, hogy a feléig megnézem, és ott be is fejezem. Kicsit túl művész filmeskedte a rendező ezt a produkciót, én úgy érzem, részben egyetértek veled, viszont én úgy érzékeltem a amikor először láttam, kevésbé tetszett a film, másodszor sokkal jobban megfogott. És akarta, hogy, hogy legyenek nagy pillanatok, de szerintem nem sikerült. Tehát nem volt az a nagy rádöbben és nagyon sokat kliséskedett, amit te is említettél, Csabi. Borzasztó klisés volt, kiszámítható volt. Az adás elején már elmondtam, hogy az összes olyan klisével rendelkezik ez a film, ami egy ilyen jellegű történetbe kell maga a sztori is, amit feldolgoz, az nagyon nehezen. Ültethető át a vászorra, hiszen nem látványos dolgokat látunk. Tehát nyilván én, én simán látom kezdeni a stúdió kérte azt, hogy legyen egy robbanás. És ezért van az, hogy ott a, a katonák egy merényletet megpróbálnak a Kagyló ellen elkövetni, mert annyira, annyira nagyon, nagyon, nagyon lassú, szinte már vontatott a film, és bizony ez, ez elaltatja a nézőket. És sajnos, amit ennek ellenére a rendező próbált megtenni, hogy ne legyen ilyen a film, az úgy tűnik, hogy, hogy ne, nem jött be, nagyon elszámolta magát, és, és nem működik hiába jó történet megvalósításában nem nagyon sikerült jót alkotni, és nem akarom megbántani a, a, színészeket, akik menne játszottak, de úgy tűnt, hogy nem nagyon tudnak semmit kezdeni a karakterükkel, és talán ez a castingnál is erősen elhibázott döntések sorra vezetett a film, hát ilyen kétes sikeréhez, vagy, vagy fogadtatásához. Igen, most közben nekem is volt egy flashbackem, hogy én is elaludtam ezen a filmen 2016-ban. És azt hiszem ez az, hogy, hogy az volt, hogy annyira legyűgözött, hogy milyen jó az alapötlet, hogy ahhoz képest meglepően kevés emléken van magáról a filmről, a ilyen filmművészeti szempontból, és akkor most már, hogy mondjátok ezeket, most már azt hiszem értem, hogy miért. <laughs> hogy ez most hasznos volt. A Parallaxis hamarosan folytatódik a rövid szünet után. Hozzák magad az és a véleménynek. Kattints a podcast.ntv.hu-ra és hallgasd a műsorainkat a nap bármely szakában, bárhonnan, bármilyen eszközön. podcast.ntv.hu Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu Kommunikációs csatorna nyitva. Mertzer kapitány kelly -nek. Itt Kelly, mondjad. A barátus visszatért. Ha Vilnöv egy szóban kéne jellemeznem, én azt mondanám, hogy bátor. Csak olyan filmjei vannak, ami, amit más nem csinál meg. Ha csak a szárnyas fejvadászt 2049-re gondolunk, ez kutya nem kíváncsi, egy. egy vontatott egy, egy ilyen esztétizáló kifi, ami nekünk csemege, és, és zabáljuk, és minden, és senki nem nézi meg, és ez az ember ez megcsinálja igazából, és az érkezés is ilyen, hogy lehet, hogy itt én finnyás vagyok, vagy lehet, hogy érdemtelenül rójuk föl azt neki, ami igazából egy művész érték valahol, de én ezt becsülöm, hogy hogy Hollywoodban egy ilyen ember tevékenykedik, akinek hogyha bárki oda menne, akkor azt mondanák neki, figyelj ezt a filmet, ne csináld meg, hát nyelvészekről akarsz filmet csinálni, hogy fogod ezt megjeleníteni meg, hogy fog ezt kinézni. Akkor az Ellenség című filmről nem is beszélve át, ez, ez nem is értékelhető filmként, de mégis fantasztikus, és szerintem ez a legnagyobb érdeme is a ennek a filmnek is. Az az igazság, hogy szerencsére nem kell azt elmondani a film kapcsán, hogy kár volt, hogy elkészüljön, tehát nagyon jó, hogy elkészült. Sajnos, igen, biztosan kevesen kíváncsiak rá, de nagyon-nagyon fontos mondani valója van még a filmnek, amiről nem esett itt szó. Szóval ez az a morális kérdés, ami a végén elhangzik, hogy csináljunk egy gyereket, és igen, tehát, hogy tudjuk, hogy mi történik, a főszereplő tudja, hogy mi történik. Mégis, mégis így, így dönt. Erről nektek mi a véleményetek? Igen, az elején belekapaszkodtunk, bele mélyeztettük a karmunkat ebbe a csináljunk egy gyereket mondatba. És igen, Ádám igazad van, tehát funkcionális szerepe van ennek a mondatnak, egy flag a nézőnek. Értjük, hogy mire gondol a Jeremy Renner, csak ugye nem tetszik, mert ahogy te fogalmaztál, ember nem beszél így. Jó, fogadjuk el, hogy formáját vagy, vagy stílusát tekintve ez a mondat borzasztóan sült el, Funkcióját tekintve viszont egyetértek vele, Dádám, hogy egy nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy ha ismerjük az utat, ami nem szép, és tudjuk, hogy nem kecsegtet sok jóval, akkor rálépjünk-e? illetve én nem tudom, hogy például van-e választás az Amy Adams karakterének, hogy ha ő látja a különböző pontjait az életének, nem is nagyon fogtam föl, hogy hogy működik ez, hogy ott jumpolgatott a különböző életszakaszaiban, vagy, vagy tudja-e irányítani, hát valószínűleg tudja, mert ott, amit a, a, az a kínai hadvezér, vagy nem tudom ki ő, császár, Isten császár mond neki, annak a nyomán hozott egy döntést, tehát feltételezem, hogy tud még ő ilyet csinálni. Tehát igen, a, a funkcióját tekintve jó, lezárás formáját tekintve fészpám. Javicski, Miklós, meg Csabi, te is ha tévedek, de én úgy érzékelem, hogy a, a film az azt sugalja, hogy a, az idő folytonossága, a jövő, az, az kőbe van vésve. Tehát, hogy nem egy lehetséges jövőt látnak a, egy beszélgetés során a, ezek az idegen lények, és, és a a főszereplő hölgy sem, hanem a megtörtént eseményeket, tehát a, a, jövő, mint olyan, a múlt, a jelen az így egyben, egyben van, egyben létezik, és, és folyamatosan halad, és nem átírható. Tehát gyakorlatilag akkor nincs is választása? Szent Ágoston mondta, hogy, hogy mi volt az, az idő kezdete előtt. Hát az idő kezdete előtt nem volt semmi, mert az Isten is az időt teremtette, és hogy az Isten, mondja Szent Ágoston, az időről, hogy, hogy egyben látja az egész történést, tehát neki az idő dimenzió az ugyanolyan, mint, mint nekünk egy térdimenzió. Most az félelmetes, hogy ezt mennyi évszázaddal ezelőtt már kifilozofálta valaki, és ez a film ez úgy közelít, hogy ezeknek a lényeknek is ilyen, hogy hívják, szemléletük van, ami valóban azt jelenti, amit sugarsz, viszont az meg azt is jelentheti, hogy van egy másik irány, ami nem az idő, csak valami olyasmi, amiben még további mozgási szabadságunk van, csak arra nincsenek szavaink. Tehát képzeljük el, hogyha az időre is lenne egy merőleges időtenge, ugye Stephen Hawking bevezette a képzetes idő fogalmát az egyik elméletében, meg egyébként meglepően érdekes következtetésekre enged jutni, hogyha az ember a fizika egyenleteit úgy értelmezi például a kvantummechanikát leíró Schrödinger egyenletet vagy a relativitás elméletet leíró Lorentz transformációkat hogyha az ember olyan szemmel nézi meg az ismert képleteket, mint hogyha lenne egy másik időirány is, és ezt mondom, nem tudjuk elképzelni, tehát az olyan, mint egy kétdimenziós lénynek megpróbálnád elmagyarázni, hogy mi a harmadik dimenzió, nem fog menni, de most valahogy mégis a hosszúság és a szélesség meg a magasság analógiájára képzeljük most el, hogy az idő az nem egy tengely mentén múlik, egy szám egyenesen, hanem van egy arra merőleges időirány is. Most akkor lehet, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy itt most sérül a kauzalitás, és ez a jövő megváltoztathatatlannak tűnik, de hát ha valami általunk teljesen elképzelhetetlen módon ezt ki tudjuk kerülni. És az ötlet az, hogy esetleg lehet, hogy erre is lehetőséget ad ez az új tudati szint, ez az eszköz, ami nem fegyver, bár fegyver is lehet, hanem ez az eszköz, ami ennek a fajnak megvan, nekünk meg nincs. Talán, talán nyitva hagyja ezt a lehetőséget, de lehet, hogy csak én akarom belelátni. Hát szerintem ezt a végtelenségig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, mert ez a film ez sok kérdést hagy maga után, de én mégiscsak lezárnám a mai podcastünket, viszont arra bíztatnám a kedves hallgatóságot, hogyha maradt még valakiben gondolat, akkor a Komment mezőben folytassuk a diskurzust, és akkor oda mi is majd becsatlakozunk. következő adásunkban, ami a 24. adása lesz a Parallaxisnak, az Apollo 13-at fogjuk újra nézni, abból az apropóból, hogy 50 éves lesz ez a csodálatos évforduló, hát nem a filmnek az évfordulója, hanem magának az Apollo 13-nak. Úgyhogy tartsatok akkor is velünk, ne felejtsétek el természetesen a Parallax és összevont kerekasztalt, ami április 5 től hallgatható lesz, és visszahallgatható is lesz majd a kapcsolatfelvétel napja tiszteletére, mint egy extra adásként lehet azt is tekinteni. Az pedig, hogy ez az 50 éves évforduló mennyire csodálatos, és mennyire csodálatos volt az Apollo 13 útja, az kiderül a következő adásban. Sziasztok! Hello! Csá! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu t lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt, a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az mtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.